Idén minden eddiginél több ajándékot készbesítettek a rászoruló gyermekeknek az Üllői Humán Szolgáltató Központ szervezésében. A felajánlásoknak köszönhetően mindenkinek sikerült örömet szerezni. A csokoládétól a Futóbiciklig összesen 142 ajándék jutott, illetve jut el ezekben a napokban a gazdájához. Az álmokat az angyalkák, a Szociális Bizottság tagjai, és természetesen a polgármester segítségével valósították meg és vitték házhoz a gyermekeknek. A Jézuska járati már hatodik alkalommal, hogy ülővárosában is zajlik. Eddig mindig ünnepséggel történt az átadás, most egy kicsit más a rend, de ennek ellenére nagyon nagy izgalommal készültünk, hisz az átlag 80-90 ajándék helyett idén 142 gyermeket választottunk ki, és az ő nevüket tettük fel erre a listára, illetve az ajándék kívánságaikat. Nagyon izgalmas volt pont a járvány miatt az ajándékok beérkezése is, de mivel ennek többféle formája volt, több helyszíne, és mindenki igyekezett ennek eleget tenni, úgyhogy a 142 ajándék nagy része beérkezett, és ezeket ki is osztottuk, illetve volt, aki idejött érte a humán szolgáltatóhoz, de a legtöbbet házhoz vittük, amelyben a Szociális Bizottság és polgármester Asszony segítkezett. Hogy próbáljunk minél nagyobb örömet szerezni az idei nem átlagos karácsonyhoz. Valóban minden gyereknek teljesült az a vágya, amit oda felírt, jelzett, megküldte felénk, megküldte az angyalkáknak, és a 142 angyalka segítővel, akik a távolból ajándékot küldtek, teljesült minden álom az idei karácsonykor is. Ha már állom, akkor egy-két ajándékot mindenképp említsünk meg, és mondjuk el azt is, hogy ki volt a legkisebb gyermek, hány volt, ki volt a legidősebb. És Melyek voltak azok az ajándékok, aminek tényleg nagyon örültek a gyerekek? Az ajándékozásban ö, hagyományos, hogy nullától 14 éves korig ö, veszünk be gyermekeket a listára. A legkisebb idén fél éves volt, neki a szülők természetesen játékot és főként pelenka és hasonló dolgokat kértek, de ez is nagy segítség a családoknak, hisz a gyermekek ilyen kiskorban azért még nem igazán tudják a kívánságaikat, a szülőknek pedig ez a segítség. Top ajándék, azt kell mondjam, a sportszer volt idén, futóbicikli, rollel, labda, de a társasjáték is állandóan szereplő kívánság, és hát ami mindig szívmelengető, amikor egy kisgyermek azt kéri, hogy színes ceruzát és csokoládét. Természetesen ezek a felajánlók is, akik ilyen gyermekeket választották, hát én úgy láttam, hogy nagyon-nagyon megpakolták azokat az ajándéktáskákat, tehát van abban sok minden egyéb meglepetés is, és ez külön öröm, hisz vannak olyanok, akik évek óta a program részesei, felajánlók közt ott vannak, és általában több gyermeket is választanak, és idén is így volt ez, hogy aki ö, régi felajánló, az, az ö, gyorsan már az elején lecsapott az ajándékokra, és igyekeztek minél előbb teljesíteni a gyerekek kívánságait megkapta már mindenki az ajándékot, hogy még a karácsony hetében is történik -e átadás, illetve adódik a kérdés, hogyan tovább lesz a jövőre is a Jézuska járat? A legtöbb ajándékot már megkapták a gyerekek, ezt kivittük, illetve eljutattuk hozzájuk. Van egy-két úton levő különleges ajándék, ami biztos nagyon messziről érkezett, de karácsony előtt ezek is biztosan, hogy meg fognak érkezni a gyermekekhez, tehát senki nem marad ajándék nélkül. És igen, a jövő az mindig, mindig kérdés, de én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen nehéz helyzetben is összefognak az emberek, látják ennek a szép oldalát, azt a jó érzést, mint visszajelzést, hogy mennyire örülnek a gyerekek, mennyire nem számított rá sok, hogy most ajándékot kaphat, ennek ellenére mégis ott volt a kívánsága. Mindenképp arra ösztönöz bennünket, hogy igen, jövőre is kell, nagy munka, nagy izgalom, de az az öröm, ami a gyerekek arcán van, amikor csak a dobozt meglátja, hisz nagyon eldobni nem tudtuk a legtöbb ajándékot, ez megérte. Úgyhogy mindenkinek kellemes karácsonyt kívánunk.